Élmény és vélemény. Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni, indulunk! Tehát, egy rendkívüli Parallaxis interjúban, egy videóinterjúban köszönthetem egyrészt a tisztelt nézőket és hallgatókat, másrészt és elsősorban pedig téged, Bodó Zsófi. Szia! Hello! Bodó Zsófi jelen pillanatban azért a Skype túlsó oldalán helyezkedik el, mert hogy ő Münchenbe költözött. És akkor találkoztunk legutóbb, amikor éppen az UPRA csapattal felengedtetek egy ballont a stratoszférába. Tehát elindult az UPRA ballonja a stratoszféra felé, majd még megtudjuk később, hogy vajon hogy sikerült a leszállás, és kíváncsian várjuk, hogy milyen eredményeket hoz a kutatás. Úgyhogy ennek jött el most végre az ideje, és nagyon érdeklődve kérdezem tehát, hogy sikerült az a repülés, és mit tanultatok belőle? Oké. A célpont Kazincbarcika környéke volt. Ezt egyébként viszonylag pontosan sikerült most szimulálni. Ilyen jó kis téli, őszi, novemberi este volt, tehát hogy a hideg és a sötét azzal megküzdött a csapat, de végül azért úgy szerintem 10 óra magasságában sikerült megtalálni a ballont. Ami érdekesség volt, hogy itt a BME tetején levő műholdvevő állomás, a BME GND végigkövetett minket, és azt hiszem, hogy már talán az utolsó másfél kilométert nem látta, tehát, hogy de viszonylag pontosan láttuk. De most ugye azt olvassa az ember a stratoszféráról, hogy az azért stratoszféra azért olyan szépen rétegzett, mert hogy annak a legalja a legsűrűbb, és a leghidegebb. Hogy a stratoszféra alján tud, valami ilyet mondtatok talán, hogy a marha hideg akár mínusz 50 fokra is lemehet a hőmérséklet, ha jól emlékszem, ezt a számot mondtátok, és akkor azt egyébként meg tök jól viselte a kütyű, amikor ott volt, vagy addig nem is emelkedett föl, ahol vagy olyan... Emelkedett szerintem egy olyan, tehát hogy 30 kilométernél magasabbra mentünk, uh-huh. És ott már melegebb van. Tehát, hogy ott melegebb volt igazából, itt, ami tehát, hogy két ilyen érdekes szituáció volt ebben a repülésben. Az egyik úgymond kvázi szokásos, mert számítottunk rá. Ez a 10 kilométeres magasság, ahol a stratoszféra kezdődik, ott van egy ilyen elég erős hőmérsékletes, és ahol akár mínusz 50 fokig igen, is... Igen. Erre gondoltam, igen. Igen, igen. Ez a nappali repüléseken is így van, tehát hogy ezt már úgy stabilan reméltük, hogy az elektronika és a szigetelés bírja. Ami viszont egy különlegessége volt ennek a repülésnek, az, hogy viszont az alacsonyabb légrétegekben, főleg nappal, azért már a napsütésnek ez a melegítő hatása az elég erős. És itt viszont, ugye, mivel már éjszaka volt maga a földetérés, ezért lassabban melegedett föl a rendszer. Világos. Aha. És egyébként emlékszem, hogy indulás előtt voltak ilyen technikai gigszerek, amiket aztán sikerült elhárítani valami, talán egy adattároló egységgel, vagy valamivel, már nem annyira emlékszem, hogy mi volt. És akkor egy picit talán csúszott is emiatt az indítás, de nem emlékszem pontosan már, hát rég volt már, de akkor végül is az adatgyűjtés az sikerült? Tehát, hogy például a kamerával le tudtátok tárolni, azzal a bizonyos távérzékelő kamerával, amit akartatok tesztelni, azzal sikerült megcsinálni azt, amit terveztetek? Igen, tehát ugye az volt az érdekesség, hogy itt, ha jól számolom, akkor 5 kamera volt most ezen a rendszerem. Az egyik a távérzékelő kamera, ő teljesen jól működött, és megvannak róla a felvételek. A másik pedig az, hogy lett egy új kameránk, viszont ezt viszonylag a repülés előtt így véghajrába sikerült beszereznünk, és ennek nem volt időnk tesztelni. Viszont mivel teljesen külön működött a rendszerünktől, ezért azt mondtuk, hogy végül is egy tesztrepülés jelleggel
rakjuk fel erre a balonra, és ennek volt az adatgyűjtőkártyájával valami hiba. Ez végül fennáll, tehát, hogy arról a kameráról nem lettek képeink, viszont mindenképpen majd a következő repülésre szeretnénk ezt is kitesztelni, és egy picit jobban megismerni itt ezt az új eszközünket is. Na, ezt akartam kérdezni, jó, hogy behoztad a következő repülés kérdését, mert ugye most, hogy ugye Németországba költöztetek, no, de nem az egész csapat, csak körülbelül a két legmegkerülhetetlenebb ember. És akkor most mi fog történni? Folytatódik az UPRA? Igen. Tehát, hogy az UPRA az mindenképpen folytatódik. Ugye annyi történt, hogy, vagy ezt nem tudom, érintettük-e, és UPRA-ként is nagy büszkeség, mert nekünk az egyik célunk az pont az oktatás, az, hogy itt az alapító tagunkat felvette az Airbus, és ő most már nagy műholdakat tervez itt Münchenben, ráadásul pont távérzékelés témakörben. Viszont úgy döntöttünk, hogy mi mindenképpen egy lehetőségként próbálnánk tekinteni erre az egész költözésre, és ezért két laki életet kezdtünk el itt az UPRA-nál élni. Alapvetően most ez mindenképpen annyiban könnyebbség, hogy a téli időszak az mindig is a fejlesztés és a laboros részeknek az időszaka volt. Ennek egész egyszerűen két oka van, az egyik a vizsgai időszak, ami a legtöbb egyetemista tagunkat érinti, a másik pedig egyszerűen az, hogy maga ez a keresés, illetve az indítás, begyűjtés, ez egy elég igénybevevő feladat tud lenni, és azért inkább a tavasztól őszig terjedő időszakba próbáljuk meg ezt csinálni. De egyébként tervezünk megjelenéseket, például most szombaton is voltunk Budapesten egy kiállításon, megyünk Budapestre konferenciára februárban, tehát hogy mindenképpen azért jelen leszünk otthon is. Ez nagyon jó, és mi meg majd igyekszünk követni. Hát igen, egyébként mondtad, hogy ez a téli időszak, ez a laborozás időszaka, hát nálunk sincs ez másképp, mert most én is ez itt, ami megláthatóit itt mögöttem, ez itt épp a Kármán labor, és akkor mi is kihasználjuk azt, hogy vizsgai időszak van, és ilyenkor lehet a legjobban kísérletezni, mert csönd van a házban. Szóval nem véletlen, hogy én is ilyen lombikok, meg egyéb ilyen marhaságok társaságából jelentkezek be. Ez most nem tervezett dolog, ez így alakult, mert ma a laborban élünk. Viszont azt látom, hogy persze gyermeki énetek az továbbra is dolgozik, hiszen egy plüss űrrepülőgépet figyelhetünk meg az előtérben, ami fantasztikus. És ugyanakkor erről eszembe jutott, hogy a Lego Gagarin, aki a sokadik útjára indult, akkor vajon ő is sikeresen teljesítette-e, és hogy jól van-e ő? Igen, igen, Gagarin jól van. A Vostok alakú objektum az ténylegesen egy 3D nyomtatott Vostok. Az gyakorlatilag április 12-én Gagarin repülésének az évfordulóján volt egy repülés, és van benne egy Lego Gagarin. Aztán egy hónappal később, amikor jött a következő repülés, és integráltuk a rendszert, akkor így valahogy a kezünkbe került, hogy tök jó, akkor miért ne repüljön még egyszer? És akkor így lett az, hogy Gagarin már rendszeresen repül velünk, és nagyjából mindenkinek az első-második kérdés az, hogy ugye Gagarin jól van, de Gagarin jól van. Jaj, de jó, hát nem tudtam, hogy ő egy ekkora nagy alakja ennek a sztorinak, de hát igen, nekem is rögtön ez jutott eszembe, bevallom. És egyébként még a begyűjtés körülményeiről azért meg kérdeznélek, mert az történt, hogy aznap este a kisfiammal nyomogattuk a tabletemet, és véletlenül felhívtunk titeket. Így, videó Skype-on. Tényleg, igen. Emlékszel? És igen. Bejelentkeztetek, és éppen egy sötét autóba ültetek, és én voltam a legjobban meglepve, mert én nem tudtam, hogy mi fölhívtunk, meg hogy mit nyomogatott össze a kis óvis. És akkor mondtátok, hogy hát éppen megyünk begyűjteni a ballont. És azt ugye mondtad, hogy milyen tájegységen esett le,
de hogy például fára kellett-e mászni, vagy magánlagsértést kellett-e elkövetni, vagy hogy volt-e bármi, ami furcsaság a begyűjtésnél, azon kívül, ami önmagában tök furcsa, hogy tök sötétben kellett összeszedni. Szerencsére most viszonylag keveset kellett fára mászni. Messziről lehetett látni a villogót, tehát hogy van, ugye, azt hiszem, hogy akkor már, igen, már indításkor is. Igen, és mondtátok, és egyébként engem tökéletesen meglep, hogy ezek a villogók, amik mondtátok is, hogy ezek nem különböznek attól, amiket kb. Bármelyik sarki boltban megkap az ember, hogy ezek kibírják ezeket a viszonyokat. Például a keresztülrepülést a stratoszféra alján. Ez tök igen, jó, ez egy meglepi hát nekem. Abszolút nekünk is, tehát hogy az egyik az az, hogy itt a laborban a csapat csinált egy elektronikát, ami alapból 500 méter, hogyha újra elérünk, elkezd villogni. Viszont a másik az az, hogy kerestünk még pár ilyen bicikli villogót, amit ráraktunk, és tényleg ezek az ilyen legstandard biciklisboltban vehető, úgyhogy mindenki biciklire vegyen lámpát, mert ez stratoszféra által tesztelt. Hát ez nagyon jó. Ez tökéletes végszó is egyébként, szóval nagyon köszönjük a táv bejelentkezést, és még egyszer gratulálunk az egész Parallaxis táv nevében a sikeres repüléshez, és további sok sikert az UPRA-nak, meg az Airbusnál, meg minden, nektek a legjobbakat, és hát majd még újra jelentkezünk mi is, mármint zargatunk majd titeket, és lehet, hogy megyünk még repülésre, meg ilyesmikre, és majd légy szíves, küldjétek majd el a videókat, amiket készített ez a dolog, meg képeket, hogy azt ebbe a videóba beleszőve már élvezhessék a nézőink és hallgatóink. Hát nagyon szépen köszönöm, és szia! Hello! Élmény és vélemény, illetve tudományos fantasztikum egy helyen. Kattints a video.mtv.hu oldalra, és válogass az mtv.hu, a Parallaxis és az Őrszekerek közösségi flotta saját gyártású videóiból. Közösségi élmények, érdekességek, interjúk, helyszíni riportok, tudományos ismeretterjesztés, valamint tudósítás a legkülönfélébb rendezvényekről és exkluzív sajtóeseményekről. video.mtv.hu. Élmény és vélemény.